Sziasztok, Zsuzsi vagyok, ez a mai videó, igen, ahogy a címből is látjátok, ez a negyedik update-je lesz a Hungarismink projektpenünknek, és ez már az utolsó update, tehát hogy augusztusban már a finálé jön. Ugye ennek a kis projektpennek annyi a lényege, hogy összegyűjtöttünk számunkra, többes számban beszélek. Miért beszélek többes számban? Hát azért beszélek többes számban, ugyanis nem egyedül csinálom ezt a sorozatot, hanem Juju-val, Juju Makeup csatornájáról. Be fogom természetesen linkelni az ő videóit is, illetve ugye van egy lejátszási listánk, amiben beleraktam természetesen az ő videóit is, úgyhogy végig tudjátok nézni, hogy hogyan haladunk ezzel a projektpennel. Na, de nagyon röviden a lényeg annyi, hogy összegyűjtöttünk olyan dolgokat, amik számunkra Magyarországot jelentik, amik a magyar kultúrát jelentik, és ezek kapcsán választunk ki mindig egy-egy sminkterméket, amin különböző célokat tűzünk ki magunknak, elhasználjuk, elérjük a tégeit, 20-szor használjuk, stb. Ha ennél részletesebben érdekel, és még nem láttad az intrónkat, akkor érdemes azt megnézni, ott azért egy picit bővebben beszélünk róla. Az a lényeg, hogy ugye az elmúlt hónapban is volt 6 termék, amin dolgoztunk, és nézzük, hogy akkor én el tudtam elérni a célomat vele. De mielőtt belekezdenénk, hogyha érdekel téged ez a smink, és még nem vagy feliratkozva a csatornámra, akkor mindenképp iratkozz fel, ugyanis hamarosan érkezik erről a sminkről videó, amihez még azt is elárulom, hogy az Anastasia Beverly Hills Cosmos palettáját használtam. Úgyhogy ha tetszik ez a smink, akkor érkezik hamarosan. Na, de nézzük is a medvét. Ugye 6 termék volt, ebben elárulom, hogy 4 termék van, amin elértem a célomat. Itt azért vannak olyanok, amiket már ugye az előző hónapokban dolgoztam rajtuk, úgyhogy nézzük is ezeket. Egyfelől ugye a népmese, a magyar népmesék volt, és emiatt választottam ezt a Witch Side, vagyis ezt a boszorkányos palettát az Essence-től, amit én nagyon kedvelek, és ezúttal az volt a feladatom, hogy 7-szer használjam, és ebben a hónapban ezt el is értem. Előző hónapban azt hiszem 4-szer használtam, és akkor most még 3 alkalom jött hozzá. Úgy emlékszem, készítettem róla fotókat is, egy-két sminkről, úgyhogy ha megtalálom őket, akkor be fogom nektek rakni egy-két, nem mindent fotóztam egyébként le. Ehhez a palettához egyébként nagyon szerettem használni a MAC-nek ezt a rose pigmentjét. Rose, igen, csak simán rose az a neve ennek a pigmentnek, de látjátok, hogy egy ilyen gyönyörű duokróm, mert egy ilyen rose-goldos árnyalat. Nagyon-nagyon szép, és én nagyon megkedveltem ezt a pigment használat dolgot, főleg mióta rájöttem, hogy a Kriolan szemfestékbázisommal nagyon-nagyon szépen működnek, szép tartósak, szóval ez a kettő együtt egyébként szerintem nagyon jól működött, mert látjátok, azért ebben is itt elég sok ilyen kis rózsaszínes árnyalat van, úgyhogy jól tudtam őket együtt használni, lényeg az, hogy rajta is elértem a 7 használatot. Ha jól emlékszem, ezt a Bobbi Brown Neutral Rose rúst, ezt gülbabához választottam, mert ugye Neutral Rose, és ugye gülbaba rózsakertje híres, úgyhogy ezért választottam ezt a rúst, egyébként ez egy ilyen nude-os árnyalatú rúzs, amit így abszolút jól ki lehet használni a hétköznapokban, úgyhogy ezért egy 15 alkalmas használatot tűztem ki rajta, és el is értem ebben a hónapban, de ehhez is 2 hónap kellett. A következő 3 termék, az pedig az előző hónapban jött a kihívásba, és egy picit másképp alakult. Azt gondoltam, hogy az egyik terméket el fogom tudni használni, a másik kettőt nem, illetve nem elhasználni, hanem elérni a célt, de végül nem így alakult, hanem, amin elértem a célomat, és azt gondoltam, hogy még nem fog menni, ez a Geek & Gorgeous-nek, ez a Stressless széruma. Nagyon-nagyon kedvelem, mert nagyon szépen nyugtatja a bőrt, és nekem annyi volt a célom, hogy ide a Geek feliratig eljussak. Hát nem tudom, ti mennyire látjátok, valahol itt voltam egyébként. Szinte minden nap használtam, azért nem minden nap, de ezt lehet jó gyakran használni, mert abszolút kedveli a bőröm, szépen nyugtatja, úgyhogy ezen elértem a célt. Ez azt jelenti, hogy ugye megvan a 4 termék, amin elértem a célt, tehát 4 új terméket, 4 új klasszikusan, hagyományosan magyaros dolgot fogunk választani. De ugye azért van még itt 2 termék, amit mutatok nektek, mert azért rendesen használtam őket. Az egyik a Neutrogénának, ez a Hydro Boost Water Gélje. Ugye ezt használom nappali arckrémnek, már nincs benne sok, tehát látjátok, hogy ez már tényleg, hát mennyi lehet, nincs egy hét benne, szerintem, de ettől függetlenül nem fogyott el, ugye ezzel ez volt a célom, és ezt a lángoshoz választottam, mert ugye a lángos, mint egy ilyen zsíros dolog, ami ugye akkor jó, hogyha nem olyan zsíros. Na és én pont ezért szeretem ezeket a gél állagú arckrémeket, főleg ilyenkor nyáron, mert ugye nem zsírosítja annyira a bőrt, úgyhogy ilyenkor ez nagyon jó szolgálatot tesz. És az utolsó termék, mert sejtettem, hogy nem fogom elérni a célomat,
Azért mosolygok ennyire, mert tudjátok, mihez jött ez a termék, mihez választottam? Ne a mangalicához, mert ugye a mangalica, mint szőrös malac, ezért valami hajápolási terméket kerestem, és a nagyon kedvelem egyébként a farmaszinak, vagy farmasinak, nem tudom, hogy kell ejteni ezt a keratinterapi hajmaszkját, és az a célom, hogy idáig a dry and damage feliratig kerüljek. Hát az az igazság, hogy ebbe szerintem még van levegő, tehát nem tudom, hogy pontosan hol vagyok, de én valami ilyesmit tippelnék. Szóval ezt nagyon kis lelkesen használom, szívesen használom, de egyelőre a célt még nem értem el rajta. És jön most a legizgibb rész, húzzunk képeket. Én végül azt a technikát választottam, hogy kinyomtattam a képeket, és akkor így közvetlenül tudok húzni egy ilyen kis szefórás dobozból. 1, 2, 3, és akkor itt van a negyedik, és nézzük őket. Az első kép, amit találtam, ez a fűszerpaprika. Na meglátjuk, hogy mit találok hozzá, milyen terméket. A második a túró rudi. Ez egy jó termék, abszolút jó termék. Jaj! A komondor. Imádom ezeket a kutyákat egyébként, úgyhogy itt van a komondor. Hú, és erre úgy emlékszem, hogy Juju annyira jó terméket választott hozzá. Ő egy szempillaspirál bázist választott. Ugye tudjátok, az ilyen fehérre festi, színezi így a szempillákat első körben, ami tisztára olyan, mint a komondornak így ezek az ilyen kis rasztái. Nekem nincs ilyen szempillaspirál bázisom, de szerintem valamit azért kitalálunk. És a macskafogó. Úgyhogy én most eltűnök egy picit, amiből ti nem sokat fogtok érzékelni, de hozom is mindjárt a 4 új terméket. Vissza is tértem. Ugye a paprika volt az egyik első, amit kihúztam, nem fogok sorrendbe menni, mert már nem emlékszem, hogy ezt tudom, hogy ez volt az első. És az az igazság, hogy most így nem gondolkoztam sokat, hanem ilyen eléggé intuitíve az első, ami eszembe jutott. És az első, ami rögtön az eszembe jutott, pedig ez nem egy új termékem, ez a pupának 2 évvel, vagy talán lehet, hogy 3, mindegy, ne feszegessük. Szóval ez a Summer Escape kollekciójából, ez a, mi is volt ennek az árnyalatnak a neve? Hát, nem is találom. Nem találom, ez a 001-es árnyalatú, ez egy ilyen, hát folyékony rúzs és szájfény között van, mondjuk inkább úgy, hogy egy ilyen nagyon pigmentált szájfény, és ugye azért választottam ezt a folyékony szájfényt most, mert rögtön ez a szín ugrott be nekem. Ugye egy ilyen pirosas, kicsit ilyen narancsárgás beütésű szájfény, gyönyörű árnyalata van. Én nagyon-nagyon kedvelem, mert nagyon szép színe van, de nem könnyű hordani, mert hajlamos azért így kifutni így a száj szélén, úgyhogy nem annyira egyszerű a hordása, illetve hát egy eléggé intenzív szín, úgyhogy ezért én erre most azt mondom, hogy szeretném 3-szor használni, mert ugye jövő hónapban már vége ennek a kihívásnak, úgyhogy nem teszek magamra nagyobb nyomást, a 3 használat az bőven elég lesz ebből a szájfényből. Aztán jöjjön a Túró Rudi, amihez abból indultam, először arra gondoltam, valami pöttyöset keresek, de nem találtam semmilyen pöttyöset. Volt régen egy Vivien Szabó szemceruzám, de az már nincsen meg, az volt ugye pöttyös, na mindegy, úgyhogy nem találtam pöttyöset, ezért választottam, és mentem az édesség irányába, ez az iHeart Revolutionnek, ez a Light Contour palettája. Ugye van benne, hát elvileg egy kontúrszín, de ez elég meleg ahhoz, hogy bronzer legyen, és egy highlighter. Úgyhogy én ezt a kis palettát szeretném használni, hát így összesen, mindegy, hogy melyik felét használom, én azt mondom, hogy 5-ször. 5-ször szeretném használni a következő hónapban. Következő kép, amit kihúztam, a Commodore. Abból indultam ki, most nem szerettem volna még egy ilyen hajápolási terméket berakni, mert ugye a szűre miatt azért így adta volna magát, de már van ugye egy hajápolási termékem, és ezért abból indultam ki, hogy a komondorok ugye nagyon-nagyon jó házőrző kutyák, és ezért egy olyan terméket választottam, ami vigyáz a sminkemre, ez egy fixáló spray, a Revolutionnek az IRL All Day Filter fixáló spraye, ami ráadásul ilyen rizsport tartalmaz, tehát még fehér is, mint itt ugye a Commodore, és segít egész nap éppen tartani a sminkemet, úgyhogy ezért választottam ezt. Hát nézzük meg, mennyit lehet. Igazság szerint, mi legyen most, itt vagyok ezzel, ebben a magasságban. Az baj, hogy így egy hónap alatt nem merném azt mondani, hogy mondjuk itt a filter felirat aljáig eljutok, úgyhogy tudjátok mit? Számolni fogom, hogy hányszor használom, minél többször szeretném használni, és megnézzük, hogy mennyit lehet vele egy hónap alatt haladni. És az utolsó kép, amit húztam, ez a macskafogó.
Hát itt a macska vonalon indultam el, de végül is gondolkoztam azon, hogy fekete szemtéi tús, de az már szerepelt ebben a projektpenben, úgyhogy nem akartam ugye a cica szem irányába elindulni, de választottam egy olyan terméket, ami ilyen cica mintás, hát mondjuk nagy macska. Mondjuk ilyen leopárd mintás, de hát a leopárd ugye nagy macska, itt vannak rajta ezek a minták. Ez a Catrice-nek a, mi is a neve, Wide Escape limitált kollekciójából, ez az idei nyári kollekciója, a folyékony pirosító, egyébként most is ez van az arcomon, nagyon-nagyon kedvelem ezt a terméket, és én azt mondom, hogy mondjuk ezt szerintem simán fogom tudni 10-szer használni egy hónap alatt. Simán, azt azért nem biztos, de mindegy, mindegy. Az a cél, hogy 10-szer használjam. Nagyon kis izgalmas új termékek kerültek most ebbe a projektpenbe, és ugye jövő hónapban, augusztus 20-án pedig érkezik a finálé. Kép látogassatok el Juju csatornájára, ugye be fogom természetesen itt linkelni nektek a videó alatt, és hogyha tetszett ez a videó, akkor kérlek nyomjatok rá egy lájkot, és remélem, hogy jól éreztétek magatokat. Sziasztok!